és... Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban az évvégi pánik könyves taget fogom megcsinálni, amire Zsófi hívott ki az Olva Zsófi csatornáról. Ezúton is köszönöm neki a kihívást. Az eredeti videót megtaláljátok a leírásban, és akkor nézzük a taget. Az első kérdés, hogy milyen könyveket kezdtem el, amiket még idén be kell fejeznem. Jelen pillanatban egyetlen egy könyvet olvasok, mert annyira nem szeretek több könyvet olvasni egyszerre, úgyhogy amilyen könyvet még be kell fejeznem idén, az Louisa May Alcott-tól az A Merry Christmas and Other Christmas Stories. Ebben 7 darab kis novella van, mindegyik karácsonyhoz kapcsolódik, és ennek most a felénél járok, úgyhogy szerintem ezt nagyon gyorsan befejezem. A második kérdés, hogy van-e őszi könyvem az év végére való átmenethez? Hát erre igazából az jelen pillanatban a válaszom, hogy nincs, mivel már december közepe van, és én most már teljesen ráálltam, hogy karácsonyhoz kapcsolódó könyveket olvassak, úgyhogy én most már csak karácsonyhoz kapcsolódó könyveket fogok szerintem olvasni karácsonyig. Szóval nincs. A harmadik kérdés, hogy milyen új könyveket várok még idén, hogy megjelenjenek. Igazság szerint annyira nem szoktam megjelenéseket várni így könyvek terén, mert általában fölpakolom a könyveket a várólistámra, és fogalmam sincs, hogy az már megjelente, vagy csak most fog megjelenni, hanem csak úgy ott megtetszik a történet, fölrakom, aztán majd mikor odajutok, hogy megvegyem, akkor megveszem. Egyedül a Rick Riordan könyvek megjelenését szoktam várni, mert azokat általában még elő is rendelem, és azonnal, amint kint van, megkapom és elolvasom, de idén már az összes Rick Riordan könyv megjelent, meg a Rick Riordan Presence-es könyvek is megjelentek, úgyhogy idén már semmilyen megjelenést nem várok, csak ezeket a Rick Riordan könyveket szeretném beszerezni. Egyébként ami Rick Riordan könyv van, és még hát nagyon szeretném beszerezni, de már megjelent, és így nem annyira konkrétan válaszok a kérdésre, az van a Magnus Chase and the Gods of Asgard sorozathoz egy ilyen kis kiegészítőkötet, meg az összes olyan Rick Riordan sorozathoz, ami kötető a Félvértáborhoz, tehát a Percy Jackson és az Olimposziak, az Olimpos hősei és a Trials of Apollo, ahhoz van ez a kis kiegészítőkötet, és egy ugyanilyen augusztusban azt hiszem megjelent a Kane Krónikákhoz is. Azt szeretném még beszerezni, meg most a Magnus Chase-es könyvekhez jelent meg egy ilyen 9 novellát tartalmazó könyv, azt hiszem, azt is beszeretném szerezni. Meg még ami nincs meg, és Rick Riordanhoz valamilyen módon köthető, de majd jövőre. Negyedik kérdés, mi az a 3 könyv, amit idén még el szeretnék olvasni? Mindenféleképpen el szeretném olvasni a The Life and Adventures of Santa Claus-t. Ez így nagyon rövid kis karácsonyi történet, úgyhogy ezt még biztos el fogom idén olvasni. Ezen kívül, bár van egy 40 perces videóm, amiben nagyon sok jót nem mondok el róla, de a Crimes of Grindelwald, vagy mi a neve? A Grindelwald büntetteinek a forgatókönyvét is el szeretném olvasni még idén. Lehetőségem is lesz rá, nem a magyar verzióban, mert az azt hiszem csak jövő január-február táján fog megjelenni, mindegy, majd kölcsön kérem a nővéremtől, és majd elolvasom, ha odaadja. A harmadik könyv, amit még nagyon el szeretnék idén olvasni, az a The Shadow sorozat utolsó, negyedik része, a The Treason of Hawks, mert szerintem jelen pillanatban azt a könyvet várom legjobban, hogy végre rátegyem a mancsaimat és elolvashassam. Az utolsó előtti kérdés, hogy van-e még olyan könyv, ami esélyes az évkönyve címre? Hát, mivel most már csak én kis karácsonyi rövid történeteket fogok olvasni, amiket meg még szeretnék, nem tudom. Igazság szerint azt sem tudom, hogy tudnék választani az összes könyv közül, amit egész évben olvastam, egyetlen egy darab olyat, amire azt mondanám, hogy ez volt az egész évben a legjobb. Mert tavaly is azzal indítottam, hogy a top 5 kedvenc könyvem az előző évből, és szerintem idén is azzal fogok, mert az, hogy egyetlen egyet kiválasszak, az lehetetlen küldetés lesz, mert már most tudok vagy 5-öt felsorolni, ami számomra idén meghatározó olvasmány volt. Simon,
Teknősök végtelen sora, Wake of Vultures, Ready Player One, szóval egy darab évkönyvét nem tudnék választani. Ötöt esetleg, de szerintem az is kihívás lesz, mert idén azért sok jó könyvet olvastam. A hatodik kérdés pedig, hogy elkezdtem-e már a jövő évi tervezést. Nem teljesen tudom, hogy itt mire kellene gondolni, de szerintem, mivel könyvesteg, ezért gondolom könyvek terén. Igazából annyi célom, tervem van 2019-re, hogy majd belövöm ugyanannyira, tehát 40 könyvre a Goodreads Reading Challenge-emet, mert most nem merem többre, mert olyan vagyok, hogyha belövöm, hogy el akarok olvasni X mennyiségű könyvet, akkor azt így is úgy is elolvasom, viszont nem akarom azt csinálni jövőre, hogy minden egyéb dolog helyett olvasok, mert lesznek nekem ott tavasz környékén fontosabb dolgaim, úgyhogy jövőre nem fogom az 50-et belőni. Meg igazából vannak még más terveim is így olvasás terén, viszont azokat még nem fogom elmondani, mert egy hét múlva csinálok arról videót külön, amiben olvasós terveket meg minden egyéb tervet is nagy vonalakban elmondok 2019-re nézve, úgyhogy ezt a kérdést majd abban a videóban megválaszolom. Még egyszer köszönöm a kihívást, aki pedig szeretné, az nyugodtan töltse ki a taget a kommentekben, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!